Sziasztok! Ebben a videóban az AutoCAD alapjaival fogunk megismerkedni. Az AutoCAD egy vektorgrafikus program. Benne a rajzelemeket parancsok segítségével tudjuk létrehozni. A parancsokat pedig kétféleképpen tudjuk kiadni. Elsősorban a billentyűzet segítségével a parancsoron vagy állapotsoron keresztül, vagy pedig a szalagon elhelyezett nyomógombok segítségével. A leggyakrabban használt rajzelem a vonal, ezért most az AutoCAD működésének alapjait ezen keresztül fogjuk áttekinteni. Menjünk rá a szalagra, és klikkeljünk rá a vonal nyomógombra az egér bal egér gombjával. Hogyha ez megtörtént, akkor a parancsolba megjelenik a vonal, vagy az angol megfelelője a line parancs, ezekről majd kicsit később még bővebben fogok beszélni egy másik videóban. A szálkereszt átment adatbeviteli módba, hiszen a céldoboz nem látható rajta. A rajzterületen belül, vagy másképpen fogalmazva a modelltéren belül, egy tetszőleges helyre klikkeljünk az egér bal egér gombjával. Ekkor megjelenik az úgynevezett gumivonal, amely a rajzelemeknek, ez esetben a vonal entitásnak az előnézeti képét adja. Ha a tetszőleges állapotot elértük, akkor klikkeljünk újra az egér bal egér gombjával, és rögzítjük az állapotot. Ilyenkor létrejött a rajzelem. Természetesen a parancs még nem záródik le, egymás után a bal egér gomb lenyomásával letelhetünk több szakaszt. Ha a rajzolást be szeretnénk fejezni, akkor elegendő az Enter billentyűt megnyomni, és már is befejeztük az első parancsunkat, és létrehoztuk a rajzelemeket, a vonalszakaszokat. Egy új parancs kiadásakor nem kell mindig fölmenni a szalagra, és újra ráklikkelni a vonalnyomógombra, hanem elegendő az Enter billentyűt megnyomni, ekkor az AutoCAD rendszer az utoljára kiadott parancsot meg fogja ismételni. A parancsolban látható, hogy állandóan üzeneteket küld felénk a rendszer. Azt mondja, hogy adja meg az első pontot. Ezt megadhatnánk koordináták formájában, szövegesen, vagy pedig a rajzterületen belül az egér bal gombjának lenyomásával, amely esetben a bal oldalon látható koordinátákat fogja behelyettesíteni a rendszer a parancsolba. Tegyük most ezt meg újra. Az előző rajzhoz képest hozzunk létre egy hasonlót, ekkor, mikor már pár szakaszt letettünk a rajztérben, megjelennek kapcsoló zárójelek között különféle feliratok. Ez esetben a bezárás és a visszafelirat. Jól lehet látni, hogy ezek az vonal rajzparancsnak az belső funkciói alparancsai. Úgy tudjuk elérni ezeket a funkciókat, hogy a nagybetűvel szedett karaktert begépeljük a parancsolba. Újabb AutoCAD-eknél már kék színnel is jelöli ezt, de régebbi rendszereknél csak a nagy karakter látható. Ezért, ha egy rajzszakaszt vissza szeretnénk venni, akkor gépeljük be a V betűt a parancsolba, majd üssünk egy Enter. Ekkor szépen látható, hogy az AutoCAD egy szakaszt visszavett. Ha még egyet vissza szeretnénk venni, megint gépeljük be a V parancsot, majd az Enter. Ha beszeretnénk zárni az utasítást, azaz az utolsó szakaszunk végpontját a kezdő szakaszunk kezdőpontjával össze szeretnénk kötni, akkor gépeljük bele a parancsolba a B karaktert, mint bezár, majd üssünk egy Entert. Ekkor a parancs bezáródott. Jó tudni, hogy az utoljára kiadott parancsot az Enter mellett a Space billentyűvel is elő tudjuk hívni, valamint ha klikkelünk az egér jobb gombjával, ekkor megjelenik a helyi menü, és itt ki lehet választani az ismétlés vonal, vagy a legutóbbi bevitel menüpontban a vonal parancsot. És újra rajzolási állapotba kerülünk. Röviden az AutoCAD működését áttekintettünk, a következő videóban ezt fogjuk részletezni. Köszönöm a figyelmet!